Idén 5 csapat, az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, a Pécsi Belvárosi és Jókai Mór, valamint a Kozármislenyi Janikovszki Éva Általános Iskola és a PT1 gyakorló nevezett a 4. korcsoportos fiú kosárlabda diák olimpiára. A városi selejtezőnap a belvárosi Janikovszki összecsapással kezdődött. Ezt a mérkőzést a kozármislenyiek nyerték. Heti 4-et edzünk, és nagyjából össze vagyunk szokva. Az a baj, hogy vannak egyen lejjebb és egy kicsit egyen följebb játszók. A győztes csapatokban többen egyesületben is kosárlabdáznak, mégis fontosak a diákolimpiai küzdelmek, amikor az iskolájuknak szereznek érdemet. Hogy egy ilyen diákolimpiai mérkőzéshez képest teljesen rendben volt. Nyilván, amikor egy egyesületi mérkőzést játszunk, akkor azért egy kicsit talán ők is komolyabban veszik. Én azt gondolom, hogy önmagához képest azért elégedettek lehetünk ebben a mérkőzésen. A második találkozót a PT1 gyakorló összevont csapata a Jókai Mór általános iskola ellen játszotta. Már a korábbi fordulókon kiderült, hogy a gyakorlósok az esélyesebbek a továbbjutásra. Igazából különösképpen szórakozásképpen veszük, de természetesen fontos az eredmény is. Egyelőre minden meccsünkre sikerült megnyernünk, szóval boldogok vagyunk összességében. Mindenki játszik, szóval igazából fontos, hogy mindenki játszhat, és a boldogság, hogy szeretünk kosárlabdázni. A mérkőzést a PT1 gyakorló nyerte. Az utolsó fordulóban az Árpád Janikovszki és a PT1 gyakorló belvárosi találkozót rendezték a Lauber Dezső sportcsarnokban. Itt dőlt el, hogy a városi selejtezőről a PT1 gyakorló és az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola jutott a megyei döntőre. Vegyes a helyzet, fiúknál ott több az induló jóval, a lányoknál ott nagyon kevés. Hát rányomja a bélyegét az, hogy ebből ugye mióta a gyakorló közös csapatot indít, hát annyira erős, hogy hát tulajdonképpen félnek ellenük kiállni, hát, hogy most a jelenlegi eredmény is mutatja, tehát ilyen nagy különbségek vannak, és ez sajnos nem jó a mi szempontunkból, jobban örülnénk, ha szoros mérkőzések lennének. A 4. korcsoportos lányoknál 2 csapat, a PTE gyakorló és a Pécsi Református Gimnázium és Általános Iskola nevezett a városi fordulóra, így eredménytől függetlenül mindkét gárda továbbjutott a megyei döntőre. A gyakorlósok között van korosztályos válogatott sportoló is. Szeretnénk megint bekerülni az országos döntőbe, és ott egy jó eredményt elérni. Szerintem színvonalasak a meccsek, főleg az országos döntőn. Ott már nagyon nehéz. A református iskolások inkább a fiatalabb korosztályban érnek el sikereket kosárlabdában. A Pécsi Református Kollégiumból jöttünk. Ugye, hát úgy állt össze a csapat, nagyon nyögvenyelős, mert nagyon kevés csapat indul a városban. Ugye mi vagyunk a PTN kívül a második csapat, aki belevezett ebbe a bajnokságban. 4 kézilabdáson van, ők a PSN ZRT-ben vannak, a többi pedig akadémiás, tehát a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Rád Géberesek közül, de ők is fiatalok, tehát gyakorlatilag 2 olyan lány van, aki ebbe a korosztályba befér, a többi az mind fiatalok. Én inkább a kicsikkel vagyok elfoglalva, tehát ott mindig a városi bajnokságban, mivel nincs kiírva a diák olimpia, ezért az U11-U12-es korosztályban ott vagyunk, és ott azért dominálunk, de ebbe a nagyobb korosztályba, ahol a gyerekek már elfogynak, meg abba adják a kosárlabdát, itt azért nehéz. Idén egyébként a megye rendezi a 40 csapatos B-kategóriás középiskolás kosárlabda országos döntőt. A megyét fiúknál a Janus Pannonius gimnázium, lányoknál pedig a Ciszterci rend Nagy Lajos gimnázium a kosarasai képviselik.